Góly uh, Andrea hazafelé a világ és önmagam körül. 11. fejezet San Francisco. Hangos könyv rész 11.3. Dia San Francisco 3, DCT. Ez a story azzal kezdődik, hogy amikor anyu halála után visszatérek az irodába, Gibraltárra, már egyáltalán nem marad szabadságom az év, év végéig, azaz az elkövetkező, elkövetkezendő több mint hat hónapra én, aki mindig imádtam utazni, azzal motiválom magam ezen hónapok során, hogy kinyomtatok képeket, és azokkal veszem, magam, veszem körbe magam a munkahelyem. Pont a szemem elé, a számítógép mellé egy San Franciscóról készült képet teszek ki. Rengetegszer elképzelem, hogy abban az adott pillanatban épp ott vagyok, és azt a képet látom élőben. Ezt a kinyomtatott képet azóta is őrzöm egyébként. Na, aztán a sztori következő pontjához ugorjunk előre az időben, 2009 nyarára. Ekkora körülbelül két év telt el azóta, hogy kitettem azt a képet, és hogy néhány hónapig az motivált. Ekkor már San Franciscóban élek. Beköltözöm az új albérletembe a North Beach nevű város részben, a Green Streeten, a bárjairól és szórakozó helyeiről közismert Grant and Green kereszteződéstől nem messze. Az új albérletemben töltött első estémen elindulok sétálni, hogy egy picit felfedezzem a környéket, ahol lakom. Egy szép tipikusan itteni épületben van egyébként az albérletem, és nagyon tetszik a környék is. Az épület tetőteraszáról csodálatos kilátás nyílik az Öbölre, a Golden Gate hídra, a várost környező, hegy, várost környező hegyekre, az Öbölben vitorlázó hajókra, a közeli parkban található templom tornyára, a nagyon közeli Coit Tower nevű kilátóra, és a gyönyörű Dimbés-dombos város környező részeire. Ezen az estén tehát elmegyek sétálni egy picit a környéken. A házból kilépve jobbra fordulok, és elindulok felfelé a Green Street-en meredek emelkedőn. Néhány saroknyira befordulok jobbra, a Montgomery Street-re, és azonnal eláll a lélegzetem. Pontosan az a látvány tárul elém, amelyet az a kép ábrázol. Innen készült az a bizonyos kép. Egy szép viktoriánus házakkal szegélyezett lejtős utca tárul elém, jóval lentebb az ikonikus Transamerica Pyramid nevű felhőkarcolóval, körülötte és mögötte pedig a Financial District, azaz az üzleti negyed egyéb felhőkarcolóival. Alig hiszek a szememnek, hihetetlen boldog pillanat ez. Nem csak, hogy véletlenül és váratlanul megtaláltam azt a helyet, ahonnan az a fotó készült, hanem még ezt ebben az utcában lakom. Ettől a pillanattól kezdve számomra ez a hely és az innen készült kép azt szimbolizálják, hogy az álmok valóra válnak. vagy angolul Dreams Come True. Ezen kifejezés szavainak kezdőbetűi alapján elkeresztelem ezt a helyet és az innen készült képet DCT-nek. Természetesen sokszor eljövök majd ide, csodálom a gyönyörű kilátást és fürdök a látványban és, látványban és mindabban, amit ez a hely a számomra szimbolizál örülök, hogy tényleg itt lehetek, és annak is, hogy azoknak a nehéz hónapoknak már vége, amikor többek között ez a kép kellett, hogy tartsa bennem a lelket. A fali poszterunk Új-Zélandon véletlenül megtalált eredeti ébe eredetiébe való beleállás után, most ennek a DCT képnek az eredeti ébe és is beleállhatok. Nem csak most este, hanem majd nappal is persze, és ahányszor csak jól esik. Az új-zélandi idézőjelben élő poszterkép, a gyerekkori otthonommal és a család életünkkel kötött össze jobban a jelenlegi életemben is, integrálván távolságokat, idősíkokat és világokat bennem. Ez a San Franciscoi DCT pedig a vágyak valóra válásán kívül, illetve a gondolatok teremtő erejére való emlékeztetőn kívül az új otthonomat is jelképezi a számomra kívülbelül. Egyre jobban magamra találok az életemben, azaz kívülbelül hazafelé tartok, és egyre jobban otthon vagyok minden téren. Ez a DCT hely és ez a pillanat ma este a sétám során valamilyen szinten az életem egyik csúcspontját jelenti. A vágyok valóra válnak és váltak. Újra összeraktam önmagam és az életem, valamint boldogan és kiteljesedetten élek. Haladok tovább a mindennapos leckéimmel az életben, az élet hepehúpáin keresztül, és élvezem az utat. Életem egyik legemlékezetesebb pillanata ez a mostani. Megtelik a szívem boldogsággal és hálával. Szinte hihetetlen, hogy milyen egyedi és varázsatos élmény történt velem ezen az egyszerű hétköznapi estén. Hogy még egy kis extrával is megtölgyem ezt a sztorim, hozzáadok pár jövőbeli és múltbeli, múltbeli részletet is. A jövőbeli pontot illetően megtoldom azzal, hogy a az szekkortól még jövőbeli barcelonai életem során a számomra többek között az otthonosságot is szimbolizáló márk szobrot, szinte minden nap látvány, so, minden, minden nap látván, sokszor a DCT hely és kép, valamint az új-zélandi poszterképünk és eredetije is eszembe fog jutni. Szimbolikus helyek és sztorik ezek mind a számomra, amelyek különféle aspektusokat integrálnak bennem és az életemben, valamint mindhárman az otthonhoz is kapcsolódnak a számomra. Párhuzam van számomra ezen helyek között, és a között, amit a számomra jelentenek. Még egy részletet hozzáadván mindehez, ezen könyv bizonyos, az úti feljegyzéseimet is kiegészítő részeit. Az évek során gyakran úgy írom, hogy rámondom a mondani valómat a telefonom diktafonjára, azaz egy hangfelvételt készítek, aztán azt később begépelem a számítógépemen lévő fájlba. Ezen DCT-s sztorim egy részét is úgy rögzítem hangfelvételben évekkel később, már itt Barcelonában, hogy közben a mákszobor körül sétálok a két felhőkarcoló lábánál a parkban. Végig sétálok a parkon a már említett zászló rudak mentén is, majd újra ki a tengerpartra. Még ez is kapocs ezen helyek között. Köszönöm Mark Szabor DCT hely és kép, valamint az új zélandi poszterkép és eredetie. Titeket is, és mindazt, amit a számomra szimbolizáltok. Mind kapcsolatban álltok az édes otthon fogalmával és boldogság, boldog érzésével a számomra. Az édesotthon fogalmával és boldog érzésével a számomra. Izgatottan várom, hogy milyen ezekhez hasonló sztorikat hoz majd még az élet. Ha pedig már képekről és a vágyak megvalósul, megvalósításáról van szó, akkor még ide tartozik talán néhány múltbeli részlet is. Mint például az, hogy az egész világ körüli utam ötletének magja tulajdonképpen már gyerekkorom óta bennem élt. Mindig szerettem utazni, és álmodoztam egy világ körüli utazásomról. Ezt a képletes, bennem elvetett magot könyvek, képek és rajzfilmek is segítettek növelni. Emlékszem, hogy amikor például a 80 nap alatt a föld körül Vili 68. lábjegyzet. A Jules Verne, vagy Verne 80 nap alatt a föld körül című regénye alapján készült. Először 1983-ban sugárzott spanyol-japán televíziós rajzfilm sorozat eredeti címe, La Vuelta al Mundo de Billy Fog. Rendezői Fumio Kurokova, Kurakava és Luis Ballester, Ballester. Ez volt a 68. lábjegyzet. Vagy a Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal. ez a 69-es lábjegyzet. A Zelma Lagerlöf Nils Holgersson csodálatos utazása Svédországon át című könyve alapján készült, először 1980-ban sugázott svéd-cseszlovák-japán telev televíziós rajzfilm sorozatot a, a Studio Piero készítette, a Hisayuki Turim és Hisayuki Turiumi rendezte. A rajzfilmsorozat angol nyelvű címe The Wonderful Adventures of Nails. Ez volt a 69. lábjegyzet. Című rajzfilmsorozatokat néztem gyerekkoromban. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy én is valóban szeretnék majd egy ilyen, majd ilyen nagy utazást csinálni, hogy megismerhessem a világ sok-sok helyét. Az elsőként említett rajzfilm főszereplőjének utazása során egyébként a különböző országok némeike, többek között India is, már akkor is nagyon felkeltette a figyelmem. Ami pedig San francisco és egy másik képekkel kapcsolatos emlékemet illeti, jól emlékszem arra a néhány fali képre is, amelyeket gyerekkoromban anyutett ki a szobám falára, a világ különböző tájairól és épületeiről. Azok közül, azok közül is több nagy hat azok közül is több nagy hatást gyakorolt rám. Volt köztük többek között New Yorkot és San francisco ábrázoló is. Nagyon tetszettek, és akkor még nem gondoltam volna, hogy szerencsém lesz majd nem csak többször meglátogatni ezt a két várost, hanem mindkettőben élni is egy ideig. Még évekkel ezelőtt éltem egy ideig New Yorkban, most pedig lám itt élek San Franciscóban. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy többek között ebben a két városban is élhettem, illetve élhetek, valamint hogy sikerült megvalósítanom a világ körüli utam is. Nagyon szépen integrálódik, integrálódik, tehát a múltam, a jövőm, és kicsúcsosodik a jelen pillanatban, az itt és mostban. Dia San Francisco 4 Annyira sok emlékképet őrzök innen San Franciscóból és környékéről a szívemben, bárcsak meg tudnám osztani a legtöbbét. Mivel ez azonban nem lehetséges, be kell érni egy felsorolással a szívemnek kedves helyek, vagy maradandó látványok és emlékképek egy nem teljes listájával, véletlenszerű sorrendben. De azért a DCT-vel kezdvén természetesen. A parkok és teniszpályák a különböző kerületekben, a villamos az az a cable car. Columbus Avenue, a könyvtárak, a Transamerica Pyramid, a Coit Tower, a sok-sok bájos utca és épületek mindenfelé a városban, a nagy lejtők és emelkedők, a ragyogó kilátás rengeteg pontról, a csodálatos öböl, azok a békés pillanatok, amikor a vízparton egy padon ülve csodálom az engem, engem körbevevő látványt, az egész környéket. A környező hegyek és a víz, az Alcatraz, belülről is, valamint innen, illetve a hajóról elénk tároló kilátás a városra és a környékre. A Golden Gate, a Golden Gate hit természetesen. Fort Mason és a Presidio. Baker Beach. A Legion of Honor. A parkok mindenfelé. A kötkürt rendszeresen hallható mély hangja. A Brazenhead étterem, a Stinking Rose és még annyi más étterem és bár. Az egyik kedvelt kis táj étterem vagy a hangulatos helyi étterem az egy egyedi asztalokkal tőlem pársaroknyira. A Barbarával gyakran közös péntek vagy szombatesténk, valamint uh, egyik kedvenc bárunk és az előtte ülő Aaron nevű viccelődő kidobós srác. A megszokott, megszokott helyeim és boltjaim. A sok termék és étel, amelyeknek köszönhetően nagyon változatosan és egészségesen tudok enni a megannyi különféle ismerős és barát, az itteni mikro, mikroklíma. a kacskaringós Lombard, Lombard Street, uh, Ellis, a Fisherman's Wharf, uh, Pier 39 and 33, uh, a Bay Bridge, sok-sok szép épület, ház és villa, Marine County, Sausalito, Tiburon, a kilátás San Francisco-ra Tiburonból az öblön keresztül, Mill Valley és az ottani meghitt könyvtári épület az erdő mellett, Walnut Creek, a bámulatos kilátás a városra a Dolores Parkból. A financial, financial District, azaz az üzleti negyed. A karácsony idejére kivilágított és feldíszített város. Union Square, Stockton Street, Chinatown, azaz a kínai negyed. A Fortune Cookie Factory. Uh, Powell Street, Market Street. Az érkezésem, amikor a reptér jö, reptérről jövet a Market Street-en, szállok ki a bardból, majd a, föl, uh, majd a föld alattitól az utca szintjére érkezvén először megpillantom a belvárost itt. Az Embarcadero, a Soma, a City Hall, azaz a városháza, az operaház, az itteni előadások, a meglepően sok hajléktalan a Tenderloin városrészben a belvárosban. Na, ez nem kellemes aspektus, de akár tetszik, akár nem, ez is a realitás része. Mission, Castro, Twin Peaks és a kilátás fentről. Hatesbury, az Alamo Square és a Painted, Painted Ladies mögöttük elbűvölő kilátással a városra. A Fillmore és az itteni koncertek. Japan Town. A művész ellátóbolt hatalmasnál is hatalmasabb választéka. Életemben sem pipáltam ennél jobbat, se előtte, se azóta. Naphill, a Hotel Fairmont Épülete néhány utcányira a szállótól, ahol érkezésem után megszálltam pár hétre. Russian Hill. A múzeumok és galá galériák a város különböző részein, mint például a The Young Múzeum vagy a, a San Francisco Museum of Modern Art. A kedves magyar származású család két édes kisgyereke, amint gyakorolják, hogy magyarul is beszéljenek és énekelnek is. Ocean Beach. Csodás séták itt, valamint az a nap is, amikor egy kis fókát találunk itt a homokban, amelyet helyiek őriznek, amíg vissza nem tér később a vízbe. Az óceánparti homokdűnék és növényzet. A szép, hosszú, finom homokos óceánpart, a nagy hullámok, a víz, kéksége, a hegyek látványa a távolban, a part mentén. Cliff House, Golden Gate Park, a városban a különböző részek látványa az autóból, buszból, vagy akár közben. A BART, a Muni, Berkeley, Stanford, Palo Alto, uh, Santa Cruz, Half Moon Bay, a Silicon Valley, Kalifornia és Nevada, Nevada, Nevada állam egyéb helyei, nemzeti parkok, az óriási mamut fejő, fenyők a Yosemite nemzeti parkban, vagy a hangulatos kis bungalónk az itt töltött éjszakákra. Visszatérve a városba a híres és bájos City Lights könyvesbolt, a Jóga Stúdió és a vele szemben lévő kávézó, az onnan nem messze található boulangerie, a stílusos kis üzletek, Union Street, Chestnut Street, a buszok, amikor a nemzetközi baráti társaságunkkal elmegyünk néhányszor százszerzni vagy bulizni. A, a pár kártyapart is délután um, FA házában, természetesen csak szórakozásból, nem pénzre. A kilátás az Alcatrazra és az öbölre a város magas dombjainak tetejéről. A város és az öböl színei, a táj, a hidak. A város sziluettje több oldalról is. A város látványa nem csak a hidakról, a város különböző kilátópontjairól vagy hajóról, hanem repülőről is. A vitorláshajók, az autók, a relatívan udvarias vezetők, a Palace of Fine Arts és a kis park körülötte, pláne ahogy az impo imponáns, impozáns épület visszatökröződik a vizen a nagyon kellemes meleg nyári napok és esték a városon kívül, mint például East Bay különböző részein, San Francisco városának mikroklimájából kilépvén, ahol eltérő az... az időjárás. A relatívan hűvös és délután oly gyakran ködös nyár, amely sok turistát nagyon meglep. A ragyogó, napos, kellemesen meleg ősz és tavasz. A tiszta, bár gyakran hideg levegő és szél, amely átjárja a félszigetre épült San Franciscót. A város és környékének egyedülálló, magával ragadó és felejthetetlen hangulata is bája. És még annyi, de annyi minden. Hmm. imádom, imádom, imádom. Ez itt a 11.3. rész vége. A következő videóban folytatódik a San Franciscói fejezet negyedik és egyben utolsó része.